Köszöntöm a jelenlévőket. Hát nem sokan vagyunk, de aki itt van, az remélem tudásra szomjazik. Itt mögöttem látszik a mai előadás, beszélgetés, szeminárium témája, tehát nyugodtan lazítsanak, és ha kérdésük van, vágjanak közben, mert engem ugyan összezavarnak vele, de legalább megpróbálok válaszolni. Úgyhogy ez nem lenne egy ilyen oktatói alapállás. Hát először is ejtsünk egy pár szót arról, az újságírás alapjairól, hogy beszélgessünk a sajtóról. Nem most fogunk beszélni a sajtóról, erről szól majd a beszélgetés, hogy a sajtó bizonyos részeit, tulajdonságait, sajátosságait járjuk körbe, és azért hangsúlyozom a beszélgetés kifejezést, mert szeretném, ha tényleg lenne benne egy kis konverzáció, egy kis beszélgetés is. Na most egy pár részt átugrunk, ugye, mert aki újságírónak készül, hát önök már lehet, hogy nem készülnek újságírónak, de még lehet, mert ez nincs korosztályhoz kötve. Annak ugye érdemes megismerkedni a sajtó történetével, mint hogy régen az újságírók, meg talán most is megismerkednek vele, aztán megbeszélik velük, vagy megtanítják velük, ha nem tudnák, hogy mi a hír, mi szabja meg egy hír értékét, mert ugye nem elég, hogyha egy hír formailag eleget ez a követelményeknek, azt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi az a formai rendszer, de értékesnek is kell lenni valamilyen szempontból, hogy ez mitől függ, arról is ejtünk pár szót, és arról, hogy mi nem hír mellesleg, nyilván ami nem felel meg ezeknek a követelményeknek, illetve picit hosszabb részt szentelünk a múltkorinál, az álhírnek, a fake newsnak, hoaxnak, mindegy, hogy melyik fajtát tekintjük, majd ki fog derülni, hogy nagyon sokféle indítatású álhír létezik. Ugye annyi utalása az elmúlt előadásra, hogy a hírhez közlési szándék kell, mint mondta az előadónk, dr. András Ferenc, az álhírhez ez kevés, mert kell valami megtévesztő szándék. Más is lehet benne persze, de ha nincs megtévesztő szándék, akkor az akár még normális hír is lehet. Tehát akkor vágjunk bele. Reméltem, hogy a fiatalabb korosztályból is többen lesznek itt. Ne vegyék magukra most ezt a megjegyzést. És azért nem árt tudni, hogy kivel állunk szemben, ha jön egy újságíró az utcán mondjuk. Egy felkészült újságíró. Vagy úgy is mondhatnánk, hogyha itt lennének azok, akikre számítottam, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzünk, ha belevágunk ebbe a szakmában, mert ugye Móricz Zsigmond azt mondta, hogy kismacskát nem kell megtanítani nyávogni, tehát ha valaki olyan habitus ember, hogy újságot tud írni, tehát megfelelnek a követelmény rendszerek, akkor egy picit még hozzá kell tanulni persze, de van olyan dolog, amit nem tud megtanulni, mert vagy van benne, vagy nincs benne ez a tulajdonság. Például az, hogy felkészült, hát azt még meg lehet tanulni, fel lehet készülni ismeretekből, széles látókör kell nyilván egy újságírónak. A magyar nyelvben otthon van, tehát mondjuk nem okoz neki kihívást, pontos J, elipszilon, meg múltidő ilyenek, tehát jó, hát ennél vannak komolyabb dolgok is, egybeírás, különírás és a többi. Ezeket azért jó, ha ismeri, mielőtt neki látnak, közben tanulja meg, ismerk olyan újságírót, aki most se tud igazán magyarul, de szerencsére van egy szerkesztője, aki kijavítja a hibáit. Az újságíró legyen kíváncsi, na ez az, amit nehéz tanítani valakinek, hogy te legyél már kíváncsi. Mert ha valaki kíváncsi, akkor kíváncsi. Ha nem kíváncsi, akkor mondhatom én neki, hogy érdekel már ez meg ez a téma, ha nem érdekli, nem érdekli. De ilyet is tudnék mondani név szerint, de most azt hagyjuk. Közlési vágya van, ugye? Tehát ha nem elég neki, hogy megtud valamit, szeretni megosztani másokkal. És nem csak az interneten, nem csak a Facebookon, hanem valamilyen szabályozott, regulált körülmények között, mint egy újság például, vagy egy internetes honlap, vagy rádió, vagy televízió, és ehhez persze ismeri a közlés szabályait is. Fontos, hogy legyen saját véleménye, ami nem azt jelenti, hogy rá kell kényszeríteni a véleményét másokra, de azért nem baj, ha kiderül róla, hogy főleg, ha egy lapnál dolgozik, hogy egyetért a lap irányultságával, vagy nem ért egyet vele, mert ha nem ért egyet vele, akkor előbb-utóbb közelmúltból tudnánk egy példát hozni, vagy többet is, de ezt most hagyjuk. Tehát valami töréshez vezet a dolog. Aztán jó, ha jó kapcsolatokkal rendelkezik. Most ezt lehet persze
javítani, és kapcsolatokat szerezni, mert senki sem úgy születik, hogy ismeri az egész várost, de törekedhet rá, hogy megismerjen embereket, politikusokat, színészeket, sportolókat, sőt, olyan embereket is, akiknek nem is tudja, mi a foglalkozása, de valamilyen szempontból érdekes forrásnak számítanak. Például lehet egy nyugdíjas klub vezetője, de lehet egy nyugdíjas klub tagja is, akinek van véleménye dolgokról, és jó néha elbeszélgetni vele, mert ő nyilván többeknek a véleményét közli, és ezzel hozzásegít az újságírót a jó informáltsághoz. Most ami valóban nehéz és nem nagyon tanulható, hogy legyen saját stílusa és stílusérzéke. Egy picit ki kell javítani magamat, mert ha nem is tanulható meg, de fejleszthető. Ugyanis ha az ember falja a könyveket például, vagy elolvas mindenfélét szórólapoktól kezdve a csomagoló anyagi, amit a halas piacon kapott véletlenül, ismertem ilyen embert, akkor biztos, hogy valamilyen stílus ki tud alakítani, hanem akkor mást utánoz, de lényeg az, hogy legyen egy egységes stílusa, és a legjobb az, hogyha mondjuk már az írásnak az első mondatából, most nem a hírekről beszélek, mondjuk a publicisztikáiról, meg lehet ismerni, hogy ki az az ember, mert olyan a stílusa egyszerűen. Aztán legyen empatikus ugye az újságíró, ez azt jelenti közelebbről, nem kell nagyon magyarázni, hogy legyen olyan beleérző képesség, hogy mások helyzetébe bele tudja élni magát, és megérti a beszélgető partnereik problémáit például, és tud is ezekre megfőképpen reagálni. És hát sorolhatnánk még a tulajdonságokat, hogy társadalmi érzékeny, türelmes, kitartó, objektív, alapos, hát ez az embernek egy kicsit el is bizonyít, hogy ez mind bennünk lenne, már mint újságírókban, mert lehet, hogy nem mind. Egy amerikai szakértő összeszámolta ezeket a tulajdonságokat, és 58-ig jutott, hogy mivel kell rendelkezni egy újságírónak. Hát, ha belegondolunk, tényleg, minél színesebb egyéniség egy újságíró, mert az se baj, ha nem szürke, akkor valóban eljuthatunk erre ehhez az 58-as számhoz, de hát ez csak a szakma nehézségének a megismertetésére mondtam. Térjünk át akkor a hírre, mint műfajra, mert ugye benne van az újság szóban, hogy meg a hírlap szóban is, hogy valami hír vagy újság képezi az alapját, tehát újság anélkül, hogy ne lenne benne hír, nem nagyon jelenhet meg. Ugye valamikor csak átugorva és érintve a újságok kialakulásának történetét, ugye arról volt szó, vagy úgy keletkezett ez a műfaj, hogy az emberek kíváncsiak voltak arra, hogy például a másik városban mi történik. És ezt meghallhatták szóbeszéd alapján is, de hát azt tudjuk, hogy a verbális vagy a szöveges hangban történő információ átadás eleve 40%-a hatékonyság, ugye ezt már megkutatták, másrészt meg nagyon könnyen eltorzul. Tehát a harmadik ember már egészen mást mond, mint amit hallott, mert hozzáteszi a saját emlékeit, élményeit, ötleteit, és ilyen formán a hír igazán, a hír terjesztése nem tölti be a szerepét. Ellenben az újságokéval, ugye, amit szintén lehet egy picit manipulálni, nyilván erről majd beszélünk később, de ha egy szöveget leírtak, akkor mindenki ugyanazt fogja olvasni. Nyilván másképp fogja értelmezni, ahogy szocializálódott, amit gondol a dolgok mögé, de legalább egy biztos pont van, hogy ez egy újság. És így születtek meg ugye az első hírlevelek, ugye első újságok, ami az volt a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy a szomszéd városban mennyit adják a krumplit például. Vagy akár messzebbi tájakon jönnek a kereskedők, hozzák ezeket a hírleveleket, és benne van hitelesen úgymond, hogy például milyen árak vannak, milyen folyamatok vannak, melyik királyt taszították le a trónjáról, vagy fejezték le, és ez már azért több, mint egy szóbeli információ, ha már le van írva, akkor ugye azt mindenki kicsit komolyabban veszi. És így tovább eljutottunk a mai újságokhoz, amiknek szintén a hír az alapja, ami itt ki van emelve nálam nagybetűvel, hogy
az objektív újságíró műfajok közé tartozik, és valamennyi objektív műfaj alapja. Tehát ha hírről beszélünk, akkor nem vélemény, ugye az a másik véglet, nem véleményről van szó, hanem konkrét tények közléséről. És hogy ezzel hogy lehet visszaélni, azon majd később. A hírnek van egy bizonyos formai követelmény rendszere, tehát nem tudom, megfigyelték-e, nyilván újságolvasás közben ez nem olyan feltűnő, de fontos, hogy válaszoljon bizonyos kérdésekre, hogy mi, mivel vagy kivel, mi történt, hol történt, mikor történt és hogyan történt. Ezt az angol kérdőszavak rövidítésével 4W+H-nak szokták mondani, a what, when, why és hol, where és hogy hol. És a how az pedig a hogyan. Úgyhogy ezeket kell tartalmazni a formailag egy hírnek, és hát ha alapvetően ez benne van, akkor már hírről beszélünk, de ha még ezen kívül az is benne van, hogy miért, meg hogyan, milyen eszközökkel, stb. Tehát részletezzük, akkor már egy kifejtett hírről beszélünk. Tehát még egyszer, a hír olyan ellenőrzött hiteles forrásból származó információk összessége, ami a populáció egy nagyobb részét érinti, tehát a populáció az emberek nagyobb részét érinti, és az újságírói munka szakszerű kutatásaként jön létre. Tehát az, hogy valaki hazamegy és azt mondja, hogy hát a marinének kiborult a tejfel a piacon, az még nem igazán hír, bár benne van az is, hogy kinek, mi, hogyan, hol és mikor, de ahhoz több kell, hogy hír legyen, meg kell jelenni valamilyen sajtótermékben például, akár nyomtatva, akár interneten, akár televízióban, akár rádióban, attól lesz hír. A híreknek több fajta létezik, hát most kartács hír, meg ilyenek, ezt nem elemezném, de lényegében két alapvető családja van, a címes vagy címmel írt hír, ez ami a neve, tehát címe van neki, és alatta jön a hír. Illetve van a mínuszos hír, aminek igazán nincsen címe, és azért mínuszos hír, mert így alakult ki, hogy az újságban régebben, meg néha még most is, egy mínusz jellel, egy gondolat jellel vezették be, és egy rövid, tömör hír megfogalmazását jelentette. Most itt van a következő lépcsőfok, ugye nem mindegy, hogy egy hírnek mi a hírértéke, mert meg lehet tömni egy újságot olyan hírekkel, idézőjelben, ami abban az újságban nem hír, furcsa módon. Ugyanis a hírnek figyelembe kell venni, az újság, vagy portál, vagy tévéműsor, vagy akármi rádióműsornak a hallgatóságát, olvasó közönségének az érdekeit. Ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy mit szeretnének hallani, vagy mire vágynak, milyen merítésből szeretnék hallani a híreket. Mert például, ami most kicsit hazajöve, ami az ajkai szóban hírnek számít, az ugye lehet, hogy a magyar nemzetben nem hír, mert... És fordítva, tehát lehet, hogy a magyar nemzetnek hír, miért a magyar nemzetet mondtam, nem tudom, Népszavának hír, az az ajkai szónak nem hír. Ezért fontos az, hogy az újság kiadói, szerkesztői pontosabban figyeljenek az eladhatóságra, mint közönségesen, és az eladhatóságot nem a pénzbeni megfizetésre gondoltam, hanem hogy tényleg vevő legyen a szó átvités igazi értelmében is a olvasó, a labban megjelenő hírekre. Ezt majd kicsit később jobban kifejtjük. Mitől, hogyan tudjuk megítélni, hogy egy hírnek mi az értéke, mi a hírérték? Hát az előbb már én érintettem, hogy elsősorban érdekelje az adott sajtótermék olvasóit, attól értékes. Nem baj, ha aktuális és meglepő is az a hír. Ugye mondhatnánk most példát, karácsony időszakban, hogy híre az, hogy megnyílt a karácsonyi vásár, illetve hírérték szempontjából melyik lenne mondjuk fontosabb, ha azt közölni az újság, hogy idén nem lesz karácsonyi vásár, vagy hogy megnyílt a karácsonyi vásár. Most az, hogy nem lesz, az nyilván meglepőbb, ez nem igaz, mert nyilván lesz, meg van. De ha ez történne, akkor erre az ember jobban fölkapná a fejét, mint az, hogy idén is megnyílt a karácsonyi vásár. De ez hír, mert az emberek tudni szeretnék, hogy tényleg megnyílt már, vagy mikor nyílik meg, vagy szóval van egy
csomó érdek, ami ehhez köthető, és az is hír. Nyilván erőteljesebb, meglepőbb hír lenne, ha az ellenkezőre tudósítánk. Azt a példát szokták hozni újságra, iskolákon, nagyon elcsépelt dolog már, hogy ha egy postás megharap a kutya, az nem hír, mert persze, hogy megharapta. Ez naponta 100-szor megtörténik. De ha a postás harapja a kutyát, az már nagyobb érdeklődést vált ki. Hát persze nyilván, ha megtörténik, ha nem, csak úgy nem lehet leírni, hogy megharapott postás egy kutyát, de gondolom értik a különbséget, hogy a hírekben milyen viszonylatok vannak, és mitől válik valami érdekessé és meglepővé. Aztán fontos egy hírnél, hogy kik szerepelnek benne. Ha Kovács Gézáné, most mondok egy morbid példát, beesett a villamos alá, jó, csak súlyos sérüléseket szenvedett, mentők elvitték, elolvas az ember, de ha azt mondjuk, hogy a George Clooney beesett a villamos alá, akkor már mindjárt fölkapja az ember a fejét, mert jaj, szegény, meg jobban ismerjük, tehát benn van a tudatunkban, hogy egy fontos ember, bár lehet, hogy Kovács Géza is fontos ember, de a hír az ilyen kegyetlen tud lenni, hogy érdekesebb tud attól lenni, hogyha híres ember szerepel benne, még hogy az esemény is, mintha egy kevésbé ismert személy. Sőt, azt lehet, hogy nem is írják le a hírekbe, de ha George Clooney-val történik, azt már leírják a hírekbe, és azt már olvashatjuk. Ugyanez van más híres emberekkel, és most véletlenül hoztam egy színész példát. Aztán fontos a hírérték szempontjából, hogy hány embert érint. Erre is mondhatunk példát, mondjuk a devecseri, ne felejts, óvodában három óvodás ma nem jött be, mert beteg lett. Hát jó, Devecser, messze van, három óvodás, nem olyan sok. De ha egy picit, hogy is mondjam, másképp történik a dolgok, és azt mondjuk, hogy Devecserben 40 óvodás nem ment óvodába, mert értelmérdel is történik, akkor már fölkapja az ember a fejét, holott csak a számban van igazából különbség. De az embernek a veszélyérzete, hogy valami csengő megszólal benne, hogy oppá, itt akkor valami történt, ami esetleg engem is érinthet. És ez a másik, hogy a hírértéket az is növeli, ha az olvasót érinti valami benne. Tehát például volt itt a iszap katasztrófa, ugye? Hogy átszakadt az agytározó fala, és elöntött a nem tudom hány települést ez az iszap, és az itt a környékbeliek nyilván fölkapják a fejket, hogy te jó ég, hát csak nem az én barátaimat, vagy rokonaimat is érte valami kár, vagy az én kis kertemet is elöntött az iszap, vagy akármit. Tehát fontos ilyenkor, hogy érintettségünk legyen, és akkor jobban izgulunk, úgymond, a hír olvastán. Nyilván a nyíregyháziakat ez annyira nem olyan oldalról izgatta fel, hogy érintett, hogy aggódni kezdtek, hanem hát tényleg ez egy nagyon szörnyű dolog, de más szempontból közelítettek a dologhoz, vagy a hírhez, mert messze voltak, és ugyan nagy kár keletkezett, de az egyik kritérium már ki lett lőve, vagy nem a közelemben van például. Aztán nagyjából ide tartozik az, hogy milyen hatása lesz az életünkre. Tehát, hogy tudunk-e holnap munkába menni, jár-e a busz, elmosta az utat, és egyáltalán, ha közel van hozzánk valami, sokkal nagyobb érdeklődést vált ki nyilvánvalóan, mintha föld másik oldalán értesünk, hogy földrengés volt Tajvanon, most ugye nemrégében, hát szegények, földrengés volt, de hogy melbe vágott volna minket a dolog, ha Móron vagy Szegeden, vagy valahol a közelben van földrengés és ilyen nagy erejű. Most akkor nagyjából megbeszéltük, hogy mi számít hírnek. Példákat nem mondtam, de hát ezt nyilván mindenki hozzá tud olvasni, meg hát talál ilyeneket az újságban. Sajnos álhíreket is talál. Napjaimban többfajta félrevezető tartalomra is alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy az álhíreknek különböző kategóriái is vannak, most már itt tartunk, hogy különböző indítatásból létrehozott vagy leírt híreknek különböző kategóriái is léteznek. Hát ez, hogy ki mit nevez
például a fake news gyárnak, hogy melyik újság, az nyilván egyéni ízlés kérdése, és most nem mennénk bele. Hát egy-két példát majd hozok fel, konkrétat is, de az egyik ilyen nagy csoport, a Kamu Hírek csoportja, amik teljes egészében kitalált tartalmak, mondjuk majd meglátjuk, hogy hogy csinálják ezt, hogy roma származású fiatalok megvertek egy tanárnőt, és életveszélyes sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Megjelent egy ilyen hír. Kiderült róla, hogy egy szó sem igaz belőle, viszont fényképpel volt illusztrálva. És akkor az újságírók után mentek a dolognak, és megtalálták azt a fényképet, amit elloptak valahonnan, egy külföldi internetes portáról, meg egy másikat, amivel illusztrálták. Kiderült, hogy tulajdonképpen összeszedett dolgokról van szó, és nem volt igaz egyáltalán ez a hír. De hát ilyenekkel is találkozunk sajnos. Aztán van a propaganda hír, ugye, ami általában arra megy ki, hogy mondjuk hát minden a választás, illetve a szavazatok növelésére megy ki ilyen szempontból, főleg a kormányzati hírekről van szó, ami úgy tálalja a valóságot, hogy egy picit eltér ugyan tőle, meg egy picit úgy, mint a szenteknek maga felé hajlik a keze, de hát az ember megkaparja, nem úgy van pontosan, és nem annyira, hát hír van benne, de nem úgy történt pontosan, ahogy azt Móriczka elképzel, hogy ezt szokták mondani. Egyébként majd mondok példát arra, hogy hogyan lehet ezeket a híreket kivesézni, és megtalálni a valóság tartalmukat, mert ma már nagyon sok lehetőség van arra, főleg az interneten persze, hogy néhány kattintásra ellenőrizzük egy hír valóság tartalmát, vagy pedig a valósághoz igazítsuk, és ne higgyük el rögtön azt, amit hallunk. Ugyancsak egy külön családot képeznek a elfogult hírek, hát ilyenkor mindig ugye azt gondolja az ember, hogy persze, megvették az újságírót, meg valami összefonódás van, meg bunda. Tehát gondolom mindenki érzéke, hogy mik azok a hírek, amikor, hát az ajkai szóban is megjelent ilyen. Na, most ebben én is kicsit bűnös vagyok, de hadd enyhítsem vagy csökkentsem a támadási feletet azzal, hogy vannak a részben az újságnak, részben a városnak különböző érdekei, mondjuk jó azt hallani, szerintem legalábbis, hogy vannak a ajkán olyan cégek, akik külön gondoskodnak a dolgozóikról, mert ezzel mondjuk példát is szolgáltathatnak másoknak, és hogy no tessék, csinálják ők is. Tehát ilyenkor úgy tűnik, hogy szédelgő feldicsérésben részesülnek, pedig próbáljuk csak annyira kihasználni ezt a dolgot, hogy mintaként szolgáljon, de ne jelentse mondjuk üzleti előnyt, mert ez már nem etikus, illetve hát még a reklámtörvény is tiltja. Úgyhogy itt egy kicsit pengeiren táncolunk, de hát mondom, a többi érdek figyelme vételve igyekszünk nem átlépni a vörös vonalat. Aztán vannak az áltudományos hírek. Mondjuk egy iskolás lány bebizonyította, hogy a mikróban felforralt víz mennyivel károsabb a gáztűzhelyen fölmelegített víznél. És akkor ez átveszik újságok, tényként közlik, és egyébként semmi extra nincs benne, mert azt tudjuk, hogy a mikrohullámmal kezelt vízbe valóban elpusztulhatnak mikroorganizmusok, amik egyébként túlélnék a egyéb megpróbáltatásokat, és csökken a élettápláló tulajdonságuk, de hát ezt is lehet úgy tálalni, hogy hoppá, egy iskolás lány. Jó, egyébként nem mondott vele semmi újat. Aztán vannak az összeesküvés elméletek, de ezeket nem kell külön ecsetelni. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy miért járnak fölöttünk a repülőgépek, és mi az a fehér, ami kijön belőlük. Egyértelműen ez egy olyan vegyszer, szól kondenszik, jó. De van, aki azt mondja, éppen egy hordóból öntik ki a vegyszert a fejünkre, és ezzel hűítik az embereket. Ez a chemtrail, ugye úgy hívják ezt a jelenséget. És azért van a szünet benne, mert éppen akkor cseréltek hordót, vagy valami. Tehát ilyen szintig is emelnek a dolgok, nyilván butaságok, de sajnos az emberek nagy része ezekre vevő. Aztán
vannak az úgynevezett hoaxok, amik inkább ilyen ironikus cikkek és figyelemfelhívás jelentek, amiben nyilván vannak valóság elemek is, de olyan szempontból van összeállítva, meg taglalva, hogy végül is az egész úgy, ahogy van, nem igaz, de egy érzelmet kivált az emberekből, és lehet, hogy valamilyen cselekvése is ösztönzi őket, de igazából nem nevezhetők hírnek. Aztán vannak a kattintás vadász cikkek. Erre is biztos mindenki tud példát, hogy Kovács Viktória megmutatta igazi ényét, és akkor meg kiderült, hogy miért szerepel Nagy Ervin a Tanár című sorozatban. És akkor megnézem, hogy tényleg miért szerepel, hát azért, mert fölkérték rá, de a cím az megvezető lehet, mert semmi újat nem fog találni az ember, amikor rákattint, csak egy teljesen hétköznapi információt, viszont úgy van megfogalmazva a hír, meg főleg a cím, hogy az ember utána megy, hogy na, mi derült ki? Hát, semmi. Aztán vannak a téves információk, ami azt jelenti, hogy itt elsősorban a hírterjesztők, vagy újságírók, vagy szerkesztők, ahogy tetszik, a hibásak, ugyanis valamikor nem néznek utána a hírek eredetének forrásának, hanem olvasnak valamit a Facebookon, és akkor azt ők terjesztik tovább, újságba is megírják. Szerkesztő is elhiszi, hogy azt hiszi, hogy hiteles forrásból van, de hát ő se tud mindent elnézni, de magának az újságírónak kell ezt, mielőtt megírja, vagy mikor megírja a cikket, ezt megtennie, és akkor nem szándékosan, de megjelenik téves információ az újságban, és akkor jönnek ilyenkor a helyreigazítások, elnézés, mert valaki észreveszés. Viszont amivel szeretném ezt a részt lezárni, hogy tévedni emberi dolog, és hát a ajkai szóban is előfordult már, hogy tévedtünk. Most nem az elírásokra gondolok, ami véletlenül történik, hanem olyan hírt közöltünk, ami igazából nem pont úgy volt, vagy valaki érdekelt szólt, hogy ezt javítsuk ki, mert szerinte más a dolog megvilágítása. Viszont én sohasem zárkóztam el az elől, hogy helyreigazítsam azt, amit esetleg hibát elkövettem. Még jó érzés is az embernek, hogy nem az, hogy elkövette a hibát, hanem hogy helyrehozhatja egy kicsit, amit csinált. Például legutóbb Tünde a megmondhatója. Volt egy ilyen, kicsit felületes voltam, és a Bakonygyepesi Macskagyilkosságok című cikkben azt írtam, hogy hát én ugye, mint állatbarát, találok egy ágyi poloskát, akkor szólok a feleségemnek, hogy vigye ki az erkélyre, és Tünde megírta, és ezért korrigáltuk is, ahogy korrigáltam a cikket, nyomtatásban jól jelent meg, hogy az nem ágyi poloska, akkor tényleg nagy baj van, akkor hívni kell a rovarirtót, hanem mezei poloska, vagy közönséges poloska, amik itt most körülvesznek bennünket, nem olyan veszélyes, és oké, hát megkíméljük, ez vérmérséklet kérdése, van, aki rögtön anyanyomja, de hát marad még 1 millió, tehát most ebben nem menjünk bele, és ezért korrigálnom kellett, nem helyreigazítás formában történt, de gyorsan kijavítottam a cikket, amikor megtudtam, hogy mekkora hibát követtem el, és igyekeztem, hogy másokat ne vezessek ezzel félre. Most ezért nem akarom azt mondani, hogy én profi vagyok, meg bevallom a hibámat, de azért törekedni kell rá, hogy az ember lehetőleg igazat írja, még akkor is, ha apróságról van szó, pláne a nagyobb dolgok esetében. Most még egy fotót bemutatnék, hogy állítólag látszik a képen, ugye, hogy jön le egy jeges medve a villamosról, de és Oroszországban el is tudjuk képzelni, hogy mit tudom én, egy különleges szituációban ez történik, de nem igaz, ugyanis a környezetvédelmi aktivisták öltöztek be a medvének, és a fotó az jó, nincs manipulálva, csak a kép aláírás viszi félre egy kicsit a lényeget, hogy nem arról van szó most, hogy medve leszállt a villamosról, hanem hogy aktivisták tiltakoznak valami ellen, nyilván a környezetrombolás ellen, meg hogy óvjuk a jeges medvéket. Na, itt már érdekesebb esetről van szó, ugyanis, hogy esett a hó Egyiptomban, azt írták, és illusztráltak egy ilyen képpel, hogy a piramisok hóval vannak befedve. Hát tényleg esett a hó egy kicsi Egyiptomban az adott időben, de még 2013, ugye ide is van írva,
de nem annyi, hogy befette a piramisokat, viszont egy tréfás kedvű grafikus, aki ért a Photoshophoz, meg tud csinálni, ugye? Laci is meg tudna csinálni egy ilyen képet, csak de ez most nem új volt. De hát látszik, hogy mi az eredmény, hogy az emberek elkezdenek szörnyűködni, hogy te jó ég, befette a piramisot a hó, lehet, hogy még soha nem is volt kis hó esett, de ez azért félreviszi a lényeget. És itt is van egy dolog, ugye az elefánt az ormányában viszi át az úton az elfáradt kis oroszlánt. Ez egy nagyon jó pofa kis dolog, ott az oroszlán mama is megy mellette, de kiderült, hogy ez aztán tényleg egy ilyen összehozott fénykép, hogy ugye Photoshop-on már mindent lehet. Nem tudni, mi történt. Igazából valószínűleg semmi ilyesmi nem történt, de egy április 1-i tréfának megfelelt ez a fénykép. Ez a Photoshop-on mindent lehet, van ilyen, nem tudom, ismerik azt a viccet, hogy az orvos mondja a betegének, hogy Szabó úr, van egy rossz híre, meg egy jó. Jaj, mi a rossz hír, doktor? Szóval hát a röntgen felvételen egy foltot találtam a tüdején. És mi a jó hír? Photoshop-on el tudom tüntetni. Hát lehet, hogy nem pont idevaló, de csak megvilágítandó, hogy mi mindent lehet. Na most, ha az ember veszi a fáradtságot, akkor, és olvas ilyen gyanús dolgot az interneten, akkor természetesen megpróbál utánézni, hogy mi lehet ebből igaz. Ennek most számos módszere létezik, és mint említettem, az interneten is találunk ehhez kapaszkodókat, például honlapokat, ahol az adott hírnek után tudunk nézni, vagy pedig élünk a gyanakvásra, és mi más szempontok szerint értékeljük a hírt, megnézzük, hogy más hírportálon megjelente ugyanabban a kontextusban, vagy teljesen másról van szó. Tehát a magunkból is ki tudunk indulni, nem kell rögtön az internethez fordulni, ha gyanakvásra élünk. Ha érezzük, hogy itt valami gond van, akkor ne hagyjuk elaludni magunkban ezt az érzést, hanem igenis menjünk utána, és próbáljunk meg gondolkodni, hogy mi lehet ennek a mögöttes tartalma. Előfordult, hogy egyszerűen csak megijedünk ettől a hírtől, amit olvasunk. Előfordulhat, hogy igaz, de az is lehet, hogy nem igaz. Tehát itt is élni kell a gyanakvással, hogy nem akarnak-e megijeszteni bennünket szándékosan valamilyen általunk nem ismert okból kifolyólag. És ilyenkor is célszerű, mielőtt végleg kétségbe esnénk, vagy pánikba esnénk, megnézni, hogy mi is lehet e mögött a hír mögött. Mert lehet, hogy csak ezt akarták elérni, hogy megijedjünk, és igazából nem is igaz a dolog. És a másik, illetve egy következő, amire gyanakodhatunk, az elfogultság. Hogyha gyanakszunk arra, mint az előbb említettem, hogy nem biztos, hogy ez korrekt hír vagy cikk, de maradjunk a hírnél, itt élni kell a gyanúperrel, hogy aki ezt írta, az érződik azért magából a hírből is, hogy van benne valami mögöttes tartalom, torzítási szándék, vagy egyszerűen úgy csoportosítja a tényeket, hogy egyféleképpen tudjuk megítélni azt a dolgot, és akkor már valószínűleg elfogultság van ebben a dologban. Van még egy-két dolog, ami gyanút kelthet, például, hogy ki a cikk szerzője. Szokott ilyen témákról írni, mert az is előfordult, hogy magát a szerző nevét hamisítják meg, vagy nagyon hasonló nevet írnak oda, és az ember felelősségében azt hiszi, hogy ez a szokásos általam gyakran olvasott újságírótól származó információ, és kiderül, hogy nem is az. Tehát mit tudom én, ha Rónai Egon helyett azt mondja Rónai Ervin, akkor azt mondja az ember, hogy a Rónai Egon írtam, ezt már többször hallotta, de hát nem állítja, hogy azt írta, de ez olyan, mint a hamisított áruvédjegy, ugye, amikor az Adidas helyett valami más, nagyon hasonló nevet mondanak, meg hasonló emblémát, és akkor az ember azt hisz, hogy ez az, és jaj, milyen olcsó, de jó, és megveszi. Tehát ez is ilyesmi, hogy a védjegyet meghamisítják, és ezzel már is sikerül a félrevezetés.
Most van ilyen a stílus, ugye, ha, amint az említettem, hogyha ilyen címet adnak, hogy kiderült, miért nem kapnak emelést a nyugdíjasok, vagy ilyesmi, akkor az ember rákat, hogy mi derült ki, és kiderült, nem derült ki semmi, tulajdonképpen csak arról van szó, hogy tényleg nem kapnak, amit már tudtunk eddig is, de hogy miért, azt nem tudjuk, csak hogy nem kapnak. Tehát maga a stílus is érdekes lehet, egy címnek a felvezetése, vagy megfogalmazása, és ami még ide tartozik, hogy mennyire tolakodóak a reklámok az adott oldalon, most az internetről beszélünk, ugyanis ha csupa ilyen fogyasztó, meg esztid, meg elalvás előtt, meg ilyen típusú reklámok vannak, akkor valószínűleg az internetes portál ilyenekből él, és azért él ilyenekből, mert egy csomó hülyeséget közöl, vagy egy csomó ilyen kattintásvadász cikket, nyilván a kattintásokat számolják, összesítik, és akkor dől hozzá a pénz, idézve, nem tudom mennyi dől, de ez is egy megélhetési forma például. Tehát az ember nem igazán az erkölcseivel keresi a pénzt, hanem annak a hiányával. És akkor van itt egy-két internetes portál, az urbanlegends.hu-t azt tudnám ajánlani, illetve most nem régóta működik, meg most meghosszabbították azt hiszem a működését a lakmusz.hu-nak, ahol az ember napi híreket talál, és azoknak az eredeti, illetve hát torzításmentes változatát elvileg, és ott elmagyarázzák, hogy miért nem úgy van az pontosan, ahol esetleg, ahogyan ez megjelent egy internetes portálon. Tehát ezek hitelesnek tekinthető oldalak. Ha valaki veszi a fáradtságot, akkor szerintem jó úton jár. És hát végezetül a hitelesség ellenőrzésére a gondolkodást tudom ajánlani. Tehát, hogy ne dőljünk be mindennek rögtön, amit olvasunk, gondolkodjunk egy kicsit. Próbáljuk meg a hétköznapi tapasztalatainkkal összevetni, hogy valóban így van ez a dolog, vagy így lehet ez a dolog, mert lehet, hogy egyszerű logikai levezetéssel rájövünk, hogy tulajdonképpen ez nem is igaz, és aztán persze utána nézhetünk, hogy miért nem igaz. Tehát ne higgyünk el mindent, amit látunk a szemünkkel, csak ezt akarom mondani, mert valóban félrevezethetjük magunkat is. Nos, itt van egy olyan ábra, ami nagyjából az összefoglalását jelenti a eddig elmondottaknak, ezzel most nem mennék végig, de itt a főbb kérdések ugye megtalálhatók, és ezt a fájt lehet, hogy el is küldöm azoknak, akik megadták az e-mailt, szerint, hogy otthon nézegessék, hogy hány csapda rejtőzik egy hír mögött, vagy egy hír megírásait, olvasása mögött, és hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy valóban igazi hírt olvastunk, vagy álhírt olvastunk. Hát van, amikor szerintem nem is tudjuk igazán eldönteni, de törekedni kell rá, hogyha magunkat becsüljük annyira, hogy ne vezessenek meg, akkor ezért tegyünk is lépéseket. Sajnos a sajtó mai helyzete olyan, hogy erre szükség is van. Most befejezésül akkor csak annyit mondanék el. Ezt Moldovánál is olvastam, ezt a sajtómágnási megfogalmazást, hogy de William Randolph Hearstnek tulajdonítják alapvetően, hogy hír az, aminek a kinyomtatását valaki meg akarja akadályozni. Minden más hirdetés. Ezt azt hiszem Moldova még azzal tolódotta meg, hogy a újság megjelenő hírek 80%-a reklám, vagy hirdetés. És 20% az, ami fogjuk rá, hogy hír. Hát sajnos ez így van, de ez egy rigorózus hozzáállás egy kicsit, mert ha nem jelnék meg azok a hírek, amik állítólag nem is annyira hírek, akkor nagyon nehéz lenne összekapirgálni azt a pár tényleg, bocsánat, tökös információt, ami minden szempontból megállja a helyét, és szüksége is van rá az embereknek. Mint mondtam, ugye egy újságnak van egy bizonyos olvasótábora, és nem csak egy szűk réteget kell kielégíteni, lehetőleg mindenkit, aki veszi a lapot, vagy olvassa a benne megjelenő információkat. Ezt nyilván ki lehet kezdeni, mert mindenki a saját szemszögéből értékeli az információkat, de hát a de a szerkesztők munkája olyan, hogy ezt figyelembe kell venni. És akkor még egy a
megjegyzés, ugye André Gide, francia író, esszéista mondta, hogy a hírközlést úgy is értelmezhetjük, mint minden olyan információ, ami kevésbé lesz érdekesebb holnap, mint ma. Biztosan hallották ma azt a megállapítást, hogy nincs unalmasabb a tegnapi újságnál. Tehát a hírek azért gyakran elavulnak, elévülnek, és mindig új hírek után kell menni az újságíróknak, hogy kielégítsék az olvasók kíváncsiságát, és lehetőleg szolgálják őket, mert mi szolgálunk, szolgáltatunk, ha iszik, ha nem. És hát körülbelül ennyit szerettem volna mondani ma, és ígértem, hogy közbe lehet vágni, meg kérdezni, ha bármilyen kérdés fölmerült önökben, akkor akár egy konkrét eset kapcsán. Mondjuk egy ilyen újságban, hát többnyire álhidek, nem? Most igen. Én valamikor olvastam a Blikket, ilyen... Csak a Rejtén magazin. Csak mutatom, egy ilyen cikket például, most ez biztos, lehet, hogy nem az, ilyen cikket olvastam, nagyon jól hangzott a cím, nem tudom mi volt. Megvettem az újságot, belül ugyanaz le volt írva, kisebb betűkkel és semmi több. Igen. És hogy ez, hát, ja, ez egy megvezetés szerintem. Most nem a Blikket akarom ekézni, de ugye miért dögörőzik, győzik a Fideszhez? Hát kattintás vadász. Hát egyébként ezt mindenki tudja, ezért kár megvenni az újságot. De hát nagyon kedves öntő, de gondolom nem rendszeres olvasó a Blikknek, mert eléggé kritikai hangon. A Rejtvény mellék lesz, ja. Ja, hát van ebben is jó, úgyhogy... Ami nagy bánat inkább az, hogy a beszélni napról nem az igaz. Hát... most nem azért jöttünk nyilván, hogy más sajtótermékeket minősítsünk, az egy másik platformra tartozik, de ha tudni akarja vélemény... Ne, ne akarja tudni a vélemény. Én dolgoztam a Naplónál 1985-86-ban, jó régen volt már, más lett. Más. Pedig az még a múlt rendszerben volt, ugye, és hát azért volt bizonyos tartása az újság, és azért úgy írtak az újságírók, hogy azért tudta mindenki, hogy mi van a dolgok mögött. Sok volt benne a propaganda, én is írtam ilyen cikkeket, ilyen termelési riportokat, meg, de végül is az is, azt is meg lehetett szépen írni szerintem, meg jól írni. Tehát, és nem félrevezető módon írni. És az egy érdekes korszak volt, de mondjuk tényleg ebben nem menjünk bele. Hát most már nagyon sokféle sajtótermék létezik, amit... itt van a kesmalapok, ugye, ami megyei lapok 80-90%-a benne van. Nagyjából ugyanazt akarják közölni, sikerül is, mert egy rendszerre van felfűzve, és vannak... még sportúságok is, vagy egy legalább ami kormányzati propaganda szócső lett, de hát azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy a híreket és az álhíreket megkülönböztessük, viszont az is igaz, régi magyar mondás, ugye, hogy lassú víz partot mos, tehát ha sokszor ismételgetik ugyanazt a hazugságot, most legyünk szókimondóak, előbb-utóbb el fogják hinni ezt még annak ide, ugye Goebbels is jól tudta és alkalmazta a hitleri propagandában, de most nyilván más a propaganda tartalma, de a módszer az ugyanaz. Ugyanaz a módszer. Bár az ugyanaz. Egy író,